A londoni olimpiai kudarc után EB és VB bronzérmekkel jelezte ambícióit és nemzetközi versenyképességét egészségesen a párbaj törőjűből szemese, aki most még egy lapáttal rá is tett a harcművészetek Szentpétervári világjátékán, ahol aranyat nyert, ezzel visszavágott budapesti VB legyőzőjének, a Vasas négyszeres egyéni magyar bajnoka most a vendégünk. MSZ, szia, jó reggelt kívánok, jó reggelt. és gratulálok, itt van a... Tehát most, ha mind a három aranyérmet látok, a két bosszos tász volt itt a múlt héten. Hát menjünk egy picit vissza Londonhoz, az, az után nehéz volt fölpörögni, ez mekkora csalódás volt neked? Az nagyon nagy csalódás volt, akkor tényleg minden felmerült bennem a, az olimpia után, hogy akkor én most így abba hagyom ezt az egészet, mert ennek így most már nincs, nincs értelme. De... Ez az abba ez meddig tartott? Azért hamar megráztak, vagy megráztad magadat? Hát azért egy ilyen hónapot vívottam rendesen, aztán ugye másfél hónap után újra lementem azért a vívóterembe, hogy ugye le is ültünk kulcsárgyőzővel, hogy talán ezt itt nem, nem így kéne abba hagyni a, 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 legmélyebb ponton, hanem meg kéne mutatni, hogy ennél több van bennem, és akkor onnantól kezdve ugye ez, ez kezdett el erősödni a, a igen igenis én meg szeretném mutatni, hogy, hogy egyrészt egyszer összejön majd egy olyan olimpia, amikor nem valami sérüléssel bajlódom előtte, mert ugye pont Peking előtt Igen. a várlimban volt izomszakadás, most ugye könyök volt, tehát Igazából az a nagy tervem, hogy, hogy Rióra úgy jussak ki, hogy, hogy egészséges legyen. <laughs> Akkor már nagy baj nem lehet, ha az ember egészséges, szok, meg térelő van, ugye szokták mondani. Kellett elemezni a londoni okokat, vagy ennyi pont elég volt, és már inkább előre néztetek, úgysegyőzni? Hát azt hiszem London, az sajnos így magáért beszélt, uh -huh. az, az előtte lévő időszak az egész egy év, ahogy úgy alakult azon inkább megpróbáltunk túllépni, és nem az, hogy elfelejteni, de de, de tanulni a, a, a hibákból, hogy, hogy hogyan jutottunk el az igaz, a sérülésig, hogyan alakult az időszak, és most már tényleg csak, csak előre nézünk. Na és akkor utána is és azóta is kulcsárgyőző. Igen. Mind Igen szerintem. Szerintem ameddig én bívok, most már, most már együtt csináljuk végig ezt az időszakot. E Ahogyan már jeleztem, utána Európa-bajnokság két bronzal, aztán ugye jött a hazai rendezés a világbajnokság, és akkor már kezdett úgy tűnni, hogy akkor sínre kerültél, igaz? Igen, igen, hát a világbajnokságon nagyon-nagyon szerettem volna a hazai közönség előtt megmutatni, hogy, hogy tudok, tudok én még vívni. Tényleg azt hiszem, a, a négyközi utásig ellentmondást nem, nem tűrően vívtam, és sajnos aztán megint egy hosszú szünet, az egy kicsit ő, nem is tudom, így le, le, lelassított, vagy elfárasztott, vagy nem is tudom, hogy, hogy hogyan fogalmazom, sajnos megint két és fél szünet volt a négy, négy, négyes döntőig. Nem és aztán nem tudtam, valahogy nem tudtam rá vissza, visszapörögni arra a hőfokra, amin előtte vívtam. És aztán jött az a bizonyos Júlia Bejajeva. Igen. Akivel most is találkoztam. Akivel most is találkoztam. És most sikerült neki visszavágni. Hát eléggé. <laughs> A, az a baj, hogy nem neki a világbajnokságon akkor a napja volt, tehát hogy nem, nem, tudom, hogy ki tudta volna megverni, igaz, ugye csak egy tussal kaptam ki tőle, de, de, de aznap valami iszonyatos szerencsével és hegyel volt megáldva, és hát most a, a világjátékokon meg, 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 azért nekem ment jobban, és azért elég simán sikerült ott legyőznöm. Mondhatjuk azt, hogy ezen a világjátékokon meg neked volt olyan napot, hogy alig ha tudott volna bárki az utat állni? Hát, ö, azt azért így nem mondanám, tehát nem, nem volt ö, igazán szerencsés tusaim, inkább jól ment, megfontolt voltam, és, és ö, hát a másik, aminek nagyon örülök, hogy az Európa bajnok ö, román a bronzát is sikerült legyőznöm, aki, akivel idén egy párszor összekerültem, és hát ö, nem, nem jöttem ki győztesen ezekből a meccsekből. Musok sok lesz úrva. Hát reméljük, hogy ez, ez most így folytatódik, majd igen. Egyéb iránt a világjátékok előtt egyértelmű győzelmi tervekkel készültetek, és úgy érkeztetek Szentpétervárra? Igazából ugye megkezdtük a felkészülést október elején, a vívó részét. Volt már hazai válogatónk közben, tehát igazából most már egyzésből mentem erre a versenyre. Hát mindenki győzni szeretne, én is úgy mentem oda de, de nem, az a, nem ugyanolyan ambíciókkal, mondjuk, mint egy világbajnokságra. Na ez nagyon érdekes, mert ugye a, a kickboxos fiúkkal beszélgettünk, nekik az ő sportági hierarchiájukban ez a, az olimpia. Ugye ők nincsenek ott az olimpián. Ez náluk a VB-k meg az EB-k fölött van ez a harcművész világjátékok. Neked presztízsben hova tevődik ez, melyik polcra? Igazából nekünk először volt megrendezve, mi Igen. azt sem tudtuk először, hogy most hova, hova megyünk, hogy milyen verseny lesz. Hogy ez... kell -e verekedni? <laughs> Igen, hogy be kell állnunk vagy nem <laughs> tudom, tehát nagyon kíváncsian vártuk, hogy hogy mi lesz ez, és meglepődtünk, hogy tényleg ez egy mekkora rendezvény, és hogy, hogy tényleg a többi küzdősportolónak ez egy mekkora nagy rendezvény, és akkor mi is ott, ott döbbentünk rá, hogy, hogy azért ez egy nagy, nagy sportesemény, és akkor bennünk is az elkezdett szerintem így, így felértékelődni, de hát azért inkább egy ilyen világkupa győzelemnek mellé helyezném így a polcon, hogy ezt így lehet valahova. Hm. Hát szerény vagy, de azért a Mondohoz képest azért lehet, ha a srácoknak, a kickboxosoknak ez egy olimpia volt, akkor neked mindenképp mondanám azt, hogy egy pótolimpia, nem? Hát rakjuk oda, és akkor, és akkor már vívtam jól egy olimpia. <laughs> A fiúk szereplésével is meg lettél, közben az, ugye, a közben elégedve, igaz? hogy Szilárd sikerült a világbajnokot legyőzni. Igen, ő a bronz mérkőzésen megverte az orosz Resetnyikovat, ugye Bocskó Gábor pedig ez is térmes lett, és én, én voltam az utolsó nap, mert nem raktak rám terhet, amikor közölték a fiúk, hogy akkor így lesz teljes a vívó érem kollekció, hogyha én nyerek másnap. Tehát ugye ezt gyűjtöttük az összes érmet a vívók is de, de tényleg hát, nagyon sűrű volt a mezőn, tehát ugye tényleg a világranglista első 12 volt automatikusan meghívva, és kontinensenként egy, tehát ilyen kvalifikáció volt erre a versenyre, és nagyon tényleg majdnem mindenki el is jött, tehát azért egy jó kis verseny volt ez. Tehát... Na most, hogy tényleg a vusút, meg a botokat, meg mindent látva, elsőként debütálva ezen a világversenyen, mindent össze szóval jó ötlet? Tehát, hogy ezen a vívás is ezen túl részt vegyem? Szerintem jó volt, tehát nagyon élveztük, hogy, hogy ilyen sportákkal találkozhatunk. No, nézzük a folytatást. Most mire készülsz? Ugye mindenek fölött ott lebeg Rio gondolom, igaz? Hát igen, az a, a, az a, az a legnagyobb is a, a végső cél. Ugye idén már csak magyar bajnokság lesz, tehát idén már nem, nem megyünk külföldre, nem lesz nemzetközi verseny, csak Magyarországon. És akkor ugye jövőre megint kezdődnek a világkupák, és nyáron ugye Európa bajnokság és világbajnokság lesz megint. Hiszem a világbajnokságnak még is meg a helyszíne, mert Bulgáriában lett volna, de azt hiszem azt elvették, tehát még, még nem tudjuk, hogy, hogy hova, hova készülünk világbajnokságra. No, és azt mondom meg, hogy ha mondjuk az idei teljesítményedre egy tízes skálán hányast adnál magadnak? Nyolcas. Most megadom a nyolcas. Viszont jövőre innentől kezdve mindenképpen, hogy úgy mondjam, kötelező lesz a dobogó, igaz, ezeken a világversenyeken? Hát a kötelező az így vívásban, nehéz ezt, ezt mondani de, de hát magamnak mindenféleképpen ezt a, 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 célt fogom kitűzni. Hát emese, akkor, akkor majd jó és az év végére, aztán meg hasonlóan húzós, meg eredményes évet 2014-re, és köszönöm szépen, hogy köszönöm itt és még egyszer az aranyira. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm.